Köszöntöm kedves nézőinket, ismét jelentkezik az egyenleg, és most már választási egyenleg jelentkezik, ahogy ezt ígértük. Elsősorban és első műsorunkban a listavezetőket hívtuk beszélgetni. Listavezetőket azoktól a szervezetektől, amely szervezetek képesek voltak a városi választókerületek egynegyedében legalább jelöltet állítani, önálló jelöltet állítani. 7 ilyen szervezet van Pécsett, és most be fogom mutatni a résztvevőket, szabad beszélgetést fognak önök látni, olyan fórumot, ahogy eddig is megszokhatták, nem lesz időmérés, mert azt gondoljuk, hogy inkább fontosabb kifejteni a gondolatokat, mint hogy esetleg egy-egy idő egységbe beleszakadjon egy gondolat, és ne lehessen normálisan érvelni. Azt gondoljuk, hogy amúgy a közgyűlésben is mindenki fegyelmezetten érvel, valószínűleg ebben a vitában is így lesz. Én nem nagyon akarom szaporítani a szót, még csak annyit mondanék el, hogy nem véletlen a bemutatás sorrendje. A Választási Bizottság ugyanis kedden kisorsolta a kompenzációs listák sorszámát, vagyis azt a sorrendet, ahogy a szervezetek majd a szavazólapra kerülnek. Én is most ebben a sorrendben fogom bemutatni kedves vendégeinket, akiket szeretettel köszöntök a stúdióban. Morvai Nándor, a Magyarországi Munkáspárt 2006 listavezetője. Jó estét kívánok! Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület listavezetője. Jó estét kívánok! Dr. Better Zoltánt várjuk a stúdióba, jelenleg elfoglaltsága van, bejelentette, hogy késik. Juhász István, az MSZP listavezetője. Kezdjük, jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. Kerényi János, a Polgári Kör Pécs Egyesület nem listavezetője, viszont a listavezető Molnár Gézát helyettesíti. Szép estét kívánok. Dr. Páva Zsolt, a Fidesz-KDNP listavezetője. Jó estét kívánok. Dr. Füredi Péter, az MDF listavezetője. Jó estét kívánok. Még egyszer köszöntöm Önöket a stúdióba, és a kedves nézők figyelmét pedig felhívom, hogy ez egy választási műsor. Itt szabad szurkolni, szabad hozzáadni gondolatokat az elhangzó véleményekhez, hiszen még nincsen a választás időpontja, azért az még 2 hét. Addig egyébként fognak látni Önök 3 tematikus fórumot is, és a végén pedig a polgármester jelöltek vitafórumát pénteken este 7 órakor majd a Pécs TV-ben, tehát a választás hétvégéjén, hétvégé előtti pénteken este, közben megérkezett Better Zoltán úr is, úgyhogy a vitából nem fog kimaradni. Arra kérem Önöket, telefonáljanak és küldjenek nekünk SMS-eket, mi pedig megkezdjük a beszélgetést. Az elsőt egy körrel kezdenénk, és a bemutatási sorrendben kezdenénk a kört. Arra kérem Önöket, hogy néhány szóban vázolják föl azt az állapotot, fessenek nekünk egy képet Pécs városáról, hogy ma, mikor megkezdik a kampányt, illetve nem ma kezdték a kampányt, bocsánat, hanem ma, mikor a kampány elindult már, és ha önök kerülnének az önkormányzat vezetésébe, milyennek látnák azt a várost, milyen lenne az első teendőjük. Parancsoljon, Morvai úr. Pécs városa, úgy gondolom, az elmúlt 4 évben nagyon sokat fejlődött, főleg a belváros. Mi azért gondoljuk, hogy képviselőt kell, hogy delegáljunk a pécsi önkormányzatba, hogy azokat az embereket, akik a periférián, kint, a külső városrészekben laknak, képviselje valaki, mert úgy gondolom, hogy nem csak Széchenyi térből, Jókai térből áll a város, és ezek a szegény, szerencsétlen emberek küzdenek olyan problémákkal, amiket önmaguk nem tudnak megoldani. Én személy szerint Vasas-Hirsomogy területén indulok, mint egyéni képviselő. Mielőtt félremenne a beszélgetésünk, a kérdésem az volt, hogy önök milyennek látják a várost ma? Mi a városban a legfontosabb teendő az új önkormányzat számára? A város jelen pillanatban jó állapotban van, gazdasági szempontból ugyan pénzügyileg elcsúszott, de ez rendezhető, és azt hiszem, hogy ha befejezik az ISPA pályázat, akkor ez a kérdés megváltozik. Az én véleményem az, hogy ebből a helyzetből tovább lehet fejlődni, és azt hiszem a választás után mindenkinek az lesz a feladat, hogy összefogjunk, és a város érdekébe együtt húzzunk, és ez a város fejlődjön. Köszönöm szépen, és lesz még módja önnek kifejteni a nézeteit a fejlesztések érdekében. Parancsoljon, Kővári úr. Mi is úgy gondoljuk, hogy fejlődött a város, és nem csak az elmúlt években, hanem az elmúlt 16 évben. De úgy érezzük civil szervezetként, hogy még nem elég élő a város, nem elég otthonos a város.
nincsen elég program lehetőség a civil szervezeteknek a megjelenésre. Nem elég demokratikus, nem elég, úgy szoktuk mondani, nem elég civilizálta a politikai kultúra Pécset sem, talán az egész országra ez jellemző. A döntéshozatalban jobban be kellene vonni azokat a szereplőket, akik még a városban fontos szerepet töltenek be, az egyetemet, az egyházakat, a civil szervezetek képviseleteit. Fontos volna demokratikusabbá tenni a döntéshozatalt, átláthatóbbá tenni a döntéshozatalt. És az is nagyon fontos lenne, mivel ez egy nagyváros, a részönkormányzatok számát növelni kellene, hogy minél több település rész lehetőleg önállóan gazdálkodhasson valamennyi forrással, maga határozhassa meg a feladatait, tehát nagyobb önállóságot kapjon. Egy szóval egy civilizáltabb város szeretnénk. Jó estét kívánok, és engedjék meg, hogy először is elnézést kérek ezért a néhány perces késésért, de Kunce Gábor volt a vendégem, és együtt nyitottuk meg a liberális sátrat, ahova egyébként mindenkit nagy szeretettel várok. Nos, hogy milyennek látom a város helyzetét, valóban igaz az, hogy fejlődésen ment keresztül, ennek a fejlődésnek viszont meg kell teremteni a továbbiakban a hátterét. Ez jelenti a költségvetésnek a rendbetételét, illetve egy olyasmit, amit én azt gondolom, hogy a nagy fejlesztések közepette itt-ott elhanyagoltunk, ez a város rendezett működése, a városnak a biztonsága az, hogy a város egy élhető várossá váljon. Nos, azt gondolom, hogy a következő periódusnak ez a legfontosabb feladata. Juhász úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Engedjék meg a jelenlévők, hogy elsőként én a Magyar Szocialista Párt városi elnökeként köszönetet mondjak a város polgárainak ahhoz, hogy sikerült a Szocialista Pártnak mind a 24 körzetben összeszedni a megfelelő számú álló szelvényt, és így mindenhol tudtunk képviselőjelöltet állítani. Én azt hiszem, hogy könnyű helyzetben vagyok, hiszen az előző ciklust, sőt még az azt megelőző ciklust is az a városvezetés jellemezte, amely nagy reményekkel tekint a választások elé, melyben nagyon nagy szerepe van Toller László, dr. Toller László polgármesternek, és én azt hiszem, hogy akkor, amikor szólok a Szocialista Párt nevében, akkor Toller László szerepét muszáj megemlíteni, hiszen bármi, ami az elmúlt 4 évben, bármi, ami az elmúlt 8 évben kötődött, nem jött volna létre, hogyha ő a személyes ambícióival, a hozzáállásával, az akaratával és a tenni tudásával ne segítette volna a munkánkat. Én azt hiszem, hogy az elmúlt ciklusban, az előzőhöz meghatározóan számtalan eredmény született, és a város egy fejlődési pályán, egy fejlődési trendet mutatva szinte minden területen javult és változott. Nagyon sok mindent megváltoztattunk, nagyon sok mindent felújítottunk, beszélhetünk a panelprogramról, beszélhetünk az intézményeink felújításáról, beszélhetünk arról a sikertörténetről, ami az Európa Kulturális Főváros 2010 cím elnyerését jelenti, beszélhetünk arról, hogy mennyi új beruházást hoztunk létre, tudom, hitelből, ami még kezelhető mértékű, legyen ez a repülőtér, az expo, vagy a szociális bérlakások, amiben egyedülállóak vagyunk az országban. Én azt hiszem, hogy egy ilyen rövid bemutatkozás nem elegendő arra, hogy teljesen kifejtsük mindazokat az eredményeket, amelyek mögöttünk állnak. Arra viszont jó, hogy meghatározzuk a jövő útvonalát. Mi azt kívánjuk, és azt szeretnénk, és ehhez kérjük mindenkinek a támogatását, hogy azon az úton, amin dolgoztunk és elindultunk 8-4 évvel ezelőtt, haladjunk együtt közösen, sokszor politikától is mentesen, és együtt a megkezdett úton közös erővel fejlesszük tovább azt a várost, aminek számtalan eredménye azért itt van közöttünk. Kerényi úr, parancsoljon. Mondta, a távlati célok és a jelenlegi helyzet, és mi lenne az első teendő? Hát éppen a távlati célok meghatározása, mégpedig megegyezéssel, közös akarattal, mindenkinek a támogatásával, aki a város irányításában, vezetésében részt vesz, mert úgy gondoljuk, hogy az összetartás fontosabb, mint a széthúzás. Az együttműködés, ami az elkövetkezendő 4 év és a többi évek nagy kihívása, sikerül-e az együttműködést megvalósítani ebben a városban. És a távlati célok kitűzése nem csak 4 évre szól, hanem hosszabb távra, hiszen egy városfejlesztés nem lehet 4 éves ciklusonként mindig újra gondolni. És hogy konkrétan a célokról,
Én elsőként a regionális szerep megtartását és fejlesztését tartom a városnak nagy feladatául. Talán a későbbiekben nem lesz erre lehetőség, hogy elmondjam, hogy egy konkrét javaslatunk is lenne erre ott a Magasház. Ajánljuk fel mi a Magasházat arra, hogy a régió központnak helyet adjunk. Azt hiszem a térség többi városait ebben meg tudnánk előzni. 2010-re való felkészülés, és ez egy olyan kitörési pont, egy olyan lehetőség, ami nagyon kevés alkalommal adódik egy város életében. A pólus program végrehajtása, és ezzel egyenértékű, ugyanilyen fontos, amíg talán nem fontosabb, egy vállalkozási környezet kialakítása, ami pozitív, ami javítja a vállalkozók esélyeit, ezáltal a munkahelyteremtésnek is lehetőséget adunk. A Polgári Kör Pécs Egyesületnek van egy mondata, hogy Pécs város az első mindenek előtt, és mi ez irányban akarnánk dolgozni. És hogy miért én itt vagyok, bár ezzel kellett volna kezdenem, Molnár Géza, a Polgári Kör Pécs Egyesület listavezetője, aki most ezekben az órákban Varsóban egy előadást tart, ezért nem tud jelen lenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Pála úr, parancsoljon. Az elmúlt 4 évet, de talán elmúlt 8 évet is mondhatnám, egy érdekes kettősség jellemezte Pécset, ugyanis azzal, hogy nagyon ambíciózus, nagyon nagyra törekvő célok kerültek kitűzésre, és valóban egyetértek Juhász úrral, Tóra Lászlónak ebben a szerepe óriási és elvitathatatlan, és ezek a célok egyébként jó irányba is mutatnak, azt kell mondjam. Tehát ezek célok megvalósítása volt az, ami sokszor a megvalósítás módja, a mikéntje, a hogyanja nem mindig úgy történt, ahogy azt a pécsiek elvárták. Sokszor történtek olyan kisiklások, félresiklások, pénzügyi botrányok, így is talán lehet fogalmazni, amelyek joggal borzolták a pécsiek kedélyeit. És ilyen értelemben jó célok, hasznos célok mégiscsak egy pici keserű íztattak maguk után a pécsiekben. A kettőségnek a másik oldala pedig az, hogy nagyon sok olyan pécsivel beszélgettem itt a kampányban, különösen volt erre módom, amelyik arra utalt, hogy a pécsiek, ezt tudjuk mindannyian, nagyon hatalmas lokálpatrióták, tehát nagyon szeretik ezt a várost, és legtöbben azt mondták, azt fogalmazták meg, hogy Pécset az ügyek azok jó irányba mennek, tehát szépek ezek a programok, jók a célok, de mégiscsak a megvalósítás problémája alapján mondják, hogy Pécs többet érdemel. Tehát Pécset mégiscsak sokkal többet kellene tenni, jobban lehetne tenni, még értelmesebben lehetne tenni a városért, mert az adottságai, a paraméterei, a lehetőség ennek a városnak minden tekintetben, főleg a kultúra, az oktatás vonatkozásában sokkal többek, többre hivatott ez a város, így is lehetne fogalmazni. És amikor mi a programunkat összeállítottuk, és ugye próbáltuk ezt tematizálni 10 pontban és egyéb formában a pécsiek elé tárni, akkor mi erre voltunk figyelemmel, hogy mi ezt a plusz hozadékot szeretnénk a városból kihozni, ezt a plusz lehetőséget, hogy igenis mi Pécset pontosan lokálpatrióta erősségeink miatt, azzal, hogy itt van az első egyetem, amelyik most már több mint 600 éves, és lehetne sorolni a múltban rejlő erényeinket, ezekre építve többet tudunk ebből a városból kihozni. Tehát a célunk az, és igazából ezért is próbáljuk a kampányt ebbe az irányba elvinni, negatív kampány mellőzésével, összefogás hangsúlyozásával, hogy igenis ez a város többet érdemel. Füredi úr, parancsoljon. Köszönöm. Talán érdemes áttekinteni, hogy mi volt a kiinduló helyzet 16 évvel ezelőtt. Pécs egy nagynak mondható iparváros volt, komoly bányával, építőiparral. Ez a rendszerváltás idején összeomlott, és meg kellett találnunk újból azt a szerepet, amely a fejlődő pályára helyezi a várost. Itt az infrastruktúrális elzártság, környezeti túlterheltség a megyében. Meg kellett találni azt a pontot, amely a fejlődését hozhatja. Az elmúlt időszakban volt fejlődés a városban, ezt mi sem tagadjuk, hiszen látjuk, itt élünk és tapasztaljuk a változást, de ez köszönhető elsősorban a pécsieknek, az itt élőknek, akik munkájukkal hozzájártak ahhoz, hogy a város szebbé váljon. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos lenne a következő ciklusban, hogy érezzék az itt élők, hogy van gazdája a városnak.
hogy a parkoknak, a közterületeknek, az utaknak van gazdája, van, akihez lehet fordulni, ha baj van, és érzik azt a felelősséget, hogy a városházan és a különböző pozícióban lévő emberek szigorú fegyelmi és munkaszabályzat mellett szakmai felkészültség alapján vállalják a felelősséget a tetteikért. Nagyon fontosnak tartjuk a pécsiek hatékonyabb bevonását a kulturális főváros programban és az egyéb döntésekben is. Az egyházak, a civil szféra bevonását. Fontos célunk, hogy a közpénzek felhasználása nyilvános, erőteljes kontrollt kapjon, ellenőrizhető legyen, hiszen maga a kulturális főváros program keretében, illetve a pólus program keretében, hogy azért több milliárd érkezik a városba, és nem tagadhatjuk azt, hogy a világörökség program keretében, pont a világörökség KHT munkája kapcsán sok visszásság merült fel. Ezt el kell kerülni, és mindenképpen azt a cél kell követni, hogy ne politikai alapon kerüljenek emberek olyan cégek vezető pozíciójába, amelyek több milliárdról is döntenek, és nem biztos, hogy a felelősség és a szakmai hozzáértés ezzel párosul. Meg kell oldani, még egy mondat, igen. A magasház, a nádorszállót rendbe kell tenni, és semmiképpen sem szabad engedni a Tubesra a lokátort, és úgy gondolom összefoglalóan, hogy a kormány káros intézkedéseitől meg kell védeni a várost, vagy legalábbis korlátozni, puhítani a káros kormányzati intézkedésektől. Azt gondolom, most innentől kezdve szabad a pálya. Van óhajta valaki az itt elhangzottakra röviden reagálni, hogy nehogy vita nélkül menjen végig ez a kör. Parancsolomra törül. Ez már többször elhangzott az MDF listavezetőjének, polgármester jelöltjének szájából. Ez kicsit ilyen lebegtetett, hát ilyen korrupció kampány, nyilván ez beleilleszkedik az MDF-nek az országos kampányába, ezt abszolút teljesen megértem. Viszont a probléma az, hogy például az MDF-nek, de ugyanúgy a Fidesz Polgári Szövetség frakciójának is mindig lehetősége volt a közbeszerzési eljárásoknál, vagy amikor olyan bizottságok jöttek létre, ebben részt vettek személyesen. Tehát én nem nagyon értem azt, hogy miért kell ezt belibbenteni itt most Pécset ezt a témát. Pontosabban értem, mert hogy ez az országos kampány része, csak mondom, hogy hát azért ott voltak a kedves képviselőtársaim az elmúlt 4 évben, és hát nem nagyon hallottam, hogy eddig úgy jöttek volna ki egy ilyen ülésről, hogy azt mondták, hogy hát itt borzalmas történet. Most túlhajtanak válaszolni, vagy előbb Juhász urat is meghallgatják hasonlóan? Van nekem szóra. Parancsolj. Nem, én nem szeretnék személyeskedni. Akkor várjuk meg erre a választ. Jó, rendben, köszönöm szépen. Most jelenleg a közgyűlésben 2 vagyunk, nem voltunk jelen az elmúlt 4 évben ilyen közbeszerzési bizottságokban. Úgy gondoljuk, hogy bármiféle pályázatnál, nem csak közbeszerzéseknél, a városvezetés hatóköre alól ki kellene helyezni ezen pályázatok elbírálását, és szakmai stáb felügyelet alá kellene vonni. Ez nagyon fontos lenne. De hogy mondja konkrétumot, tegnap tárgyalta a pénzügyi bizottság a világörökség KHT munkáját, és talán Better úr is értesült róla, bizony aláírásokat fénymásoltak, duplán fizettek ki egyes vállalkozókat, nem a valós úti célra utaztak, a világörökségi pénzek egy részét tulajdonképpen elették, elitták és elutazták. Ez lehet, hogy egy kicsit túl erősi megfogalmazni, de bizony egy részét így tették. Bocsánat, ez a pénzügyi, mert azt gondolom, hogy a ártatlanság vélelme megillett mindenkit. Ez a pénzügyi bizottság vizsgálatának is erre már reagálta. Ennek megvan a jelentése, a belső ellenőrzése, az 52 pontban összefoglalta, hogy mit van. Reagált már a társaságra? Várjuk, hogy reagáljon. Akkor azt is nyilvánosságra kellene hozni. Köszönöm szépen. Miután politikus társaim nagyon sok olyan témát érintettek, én általában szeretnék a dolgokhoz hozzátenni egy nagyon fontos dolgot. Tényleg a lehető legfontosabb dolog az, hogy a regionális vezetőszerepet és a régióközpontot meg tudjuk teremteni ebben a városban. Ez hihetetlen nagy összegű, nem is mondom, hogy hány 10 milliárd forint lehívási lehetőséggel jár együtt az Európai Unió részéről, de valóban ez csak akkor megy, hogyha politikai együttműködés van. Ez akkor megy, hogyha politikai pártok bizonyos kérdésekben ideológiától mentesen túltegyék
túl tudják magukat tenni a politikai kérdéseken, és adott kérdésekben, ami a város életében felmerül, együtt tudnak érteni. És általában szeretném azt elmondani, hogy az elmúlt ciklusra, hiszen az én tapasztalatom erre a ciklusra terjed ki, azért nagyon markánsan arról győzött meg, és arról győzöttem meg, hogy általában a városvezető koalíció vitte a dolgokat, hajtotta a város fejlődését előre, és szinte az összes olyan projektet, az összes olyan tervet, amit szerettünk volna megvalósítani, azt a közgyűléseken és a bizottsági üléseken az ellenzék a markáns tartózkodásával, vagy a markáns nem szavazásával igazából nem segítette. Kérem szépen, Pécs az nem egy nehézipari város. Pécs az egy vendéglátóváros, a kultúra városa, a művészet városa, az oktatás városa, tényleg a mediterrán hangulatok, az idegenforgalom és a turizmus városa. Ez egy szolgáltató város, ami a világörökség része, ugye erről beszéltünk, és tényleg munka folyik, ahol munka folyik, ott vannak hibák. Ezeket a hibákat tényleg fel kell tárni, de csak ott lehet hibákat találni, ahol tényleges, effektív fejlesztési munka folyik. És én nagyon sokszor elmondtam már azt, hogy persze sokkal könnyebb megmondani egy tojásról azt, hogy záp, mint ugyanazt a tojást ugye először kitolni. Én azt hiszem, hogy próbálunk hozzáadni a város értékeihez, mi próbálunk előre haladni, ebbe vannak dolgok, amik nem igazán sikerülnek. Ilyenkor ki kell állni az emberekkel és azt mondani, hogy uraim, hölgyeim, ez nem jó, ezen változtatni kell, ezt egy kicsit másképp, de higgyék el nekem, hogy ez alapvetően csak együtt és közösen, együttes akarással fog működni. És a parlamenti választások, ugye, hogy a kormány intézkedései, azok károsak. A kormány intézkedések nem károsak, hanem szükségesek. A kormány intézkedések azok szükségesek, bármelyik párt is jutott volna a parlamenti választásokon hatalomra, de ez a választás most más. Ez egy önkormányzati választás. Ez rólunk szól. Azokról az emberekről, akik itt élnek naponta, találkoznak egymással, akik egy helyen dolgoznak, együtt élünk, egy városrészben töltjük a szabadidőnket. Ez a választás nem lehet revansa egy kormányzati intézkedés nem tetszésének, hiszen egészen más a célunk, amihez közös politikai összefogásra van tényleg szükség. Kerényi úr jelentkezett, utána Morvai úr, Kővári úr és Pávol úr. Parancsoljanak! Köszönöm szépen. Ez bevezetőmben éppen az együtt gondolkodás, az együttműködés gondolatát vetettem föl, és nagyon jó hallani itt a kollégáktól, hogy azonos gondolatok jelennek meg. Itt megjelent a tubes kérdés. Azt hiszem, ebben mindenki egyformán gondolkodik. Kérdezzük meg polgárainkat, és a többség akarata döntsön. És amit a pécsi polgár kíván, azt teljesíteni kell. Népszavazásra gondol? Igen, népszavazásra. Akár népszavazásra, igen. Tehát ha ez a véleménynyilvánítás formája, akkor legyen népszavazásra. De én úgy gondolom, hogy a népszavazáson kívül is vannak lehetőségek megkérdezni közvetlenül a pécsi polgárt. Magasház. A Magasházra éppen volt egy javaslatom. Régóta, mint a macska visszatér az önkormányzathoz ez a Magasház. Régóta megoldott. Visszakaptuk most, vagy én. Hogy áll a Magasháznak a tulajdoni joga? Hát a Magasház tulajdoni joga szeptember végén kerül ismét terítékre, hiszen addig kapott az adásvételi szerződésnek megfelelően módosítást a vásárló. Amennyiben ő nem fog élni a teljes adásvételben rögzített fizetési lehetőségével, akkor ismét visszaszáll a városra. De ez talán nem is baj, mert ha az a funkció, hogy kollégium nem valósul meg, akkor lesz belőle más iroda, lakás, esetleg Kerényi úrnak. Bocsánat, csak neki válaszoltam rá. Én csak a tulajdon viszont kérdeztem. Köszönöm a segítséget. Hogy megválaszolta helyettem a kérdést, én hasonlókat mondtam volna. Az együttműködés jegyében. Igen, valószínű, hogy ugyanezt, mivel hogy ez a helyzet. Tehát én azt mondom, a Magasházzal egy olyan előnyt élvezhetne ez a város, ha beajánlanánk a régió többi városa előtt ezt az épületkomplexumot, és azt mondjuk, hogy igen, itt meg lehet csinálni a régió központot, és mi ezt felajánljuk, hogy ezen nagy előnyt tudnánk szerezni. Juhász úr említette az idegenforgalmat. Igen, az értékeinkre kell, a meglévő értékeinkre és lehetőségeinkre kell alapozni, de ennek azért van ám egy megoldása is, és egy feladat is. Akár adókedvezménnyel is kellene azokat a támogatásokat, vagy azokat a lehetőségeket bővíteni, ami most az idegenforgalom számára van.
és szó esett itt az önkormányzati választásról. Igen, most önkormányzati választás lesz, és érdemes talán visszamenni a gyökerekhez, hogy miért is választunk képviselőt. Képviselőt azért választunk, mert egyenként nem tudunk elmenni és elintézni közös vagy egyéni ügyeinket, ezért választunk magunk közül egy olyan embert, akit úgy tartunk, úgy gondolunk, hogy alkalmas arra, hogy képviselje a mi érdekeinket. És ennek a képviselőnek a közösségi és az egyéni érdekek, a közösségi és az egyéni problémák megoldására felhatalmazott személynek kell lenni. Erre választják meg, és feladata hidat építeni az egyéni és közösségi érdekek harmonizálásában. A közösség érdekében való eljárás, és egy nagyon nagy feladata van ennek a képviselőnek dolgozni, mégpedig minden nap, hisz ezt vállalta. Köszönöm szépen. Morvai úr. Magyarországi Munkáspárt 2006 programjában is benne van, hogy minden régióban, minden városban, településen egy társadalmi tanácsot kell az Európa pénzek felosztására létrehozni, demokratikus alapon, meg kell fogalmazni a legfontosabb feladatokat, munkahelyet kell, hogy teremtsünk, és több olyan intézkedést tenni, ami a kisembereken segít. Úgy gondoljuk, hogy nem az élősködők és az ügyeskedők zsebébe kell ezt a pénzt tömni, és a vállalkozók, azok vállalkozzanak, a munka végzők pedig tisztességes jövedelemhez jussanak. Ez legyen a cél. Köszönöm. Kővári úr, Pával úr, és utána Bretter úr kérdésre. Ezt a kört lezárnám, mert jött egy csomó SMS-ünk, ami mind munkahelyteremtéssel kapcsolatos, úgyis azt akartam kérdezni következőre, úgyhogy akkor arról beszélnénk ezután, de még itt még arról beszélünk, hogy milyen reflexiók vannak a város helyzetképével kapcsolatban. Nagyon jó, hogy szerkesztő úr felhívta a figyelmünket, hogy ez egyébként egy választási fórum, ahova jönnek a nézőktől kérdések. Itt egyfolytában látom, hogy jönnek a kérdések, és minden ezekről beszélünk. De engedje meg, hogy néhány dologra reagáljak, ami elhangzott. Nagyon könnyű az eredménytelenséget azzal magyarázni, hogy az ellenzék állandóan obstruálja a tevékenységét a hatalmon lévőknek. Nos, ez... Hát ugye az előző ciklust magam is egy picit láthattam, hát ez persze nyilván nem így van, hiszen jelentős többsége volt az MSZP-SZDSZ koalíciónak, tehát nyilván mindent, amit fontosnak tartott, véghez is tudott vinni, hiszen a közgyűlés ezeket a többsége megszavazta. Egy példával is azért szeretném szemléltetni, hogy mennyire nem ez a probléma. Az Európa Kutas Főváros most már lassan egy éve nyerte el a város ezt a címet. Ez alatt az egy év alatt annyi sem történt, hogy egyetlen építészeti tervezési pályázat ki lenne írva. Egyetlen egy sem, óriási késésben van a program. Reméljük, hogy most már el fog tudni indulni, de egy év úgy telt el, hogy ebben a dologban szinte semmi nem történt, és ez nem az ellenzéken múlott, hanem a városvezető koalíción, hogy megfelelő tervekkel, koncepciózusan indítsa útjára ezt a programot. Lehetne még hosszan sorolni, nyilván nem ez a fontos, hogy erről beszéljünk, hanem azokról a kérdésekről, amik megjelennek a képernyőn, viszont még említette itt Kerényi úr is és Füredi úr is a Tubest. Én nagyon örülök, hogy ma már ezek szerint minden politikai erő fontosnak tartja meghallgatni a pécsieket. Nem így volt ez egy fél évvel ezelőtt, amikor többszöri kérésemre sem sikerült rávenni az önkormányzat többségét arra, hogy meghallgassa a pécsieket. Csak 10 000 aláírás nyomására tette ezt meg, amikor 10 000 ember kérte, hogy legyen közmeghallgatás és tájékoztatás. Sajnos mai napig, most már ugye ez is novemberben volt, tavaly novemberben a bejelentés, mai napig még nem volt olyan tájékoztatása a pécsi polgároknak, ami segítené az ő döntésüket. Egyetlen egy volt, januárban a Honvédelmi Minisztérium részéről, amikor inkább aggasztó híreket hallottunk, semmint biztatóakat, és hát az ottani fórumon közel 300 ember hevesen tiltakozott is az ott elhangzott érvek hallatán. De örülök annak, hogy már eljutottunk odáig, hogy minden politikai erő fontosnak tartja meghallgatni is az embereket, és fontosnak tartja azt is, hogy ebben a kérdésben valóban a népszava legyen a döntő, azaz, hogy ezt most már azért lehet tudni, hogy a legtöbben ezt nem szeretnék, hogy itt legyen, és értelme sincs, hogy itt legyen. Úgyhogy reméljük, hogy akkor ezt minden politikai erő meg is szavazza majd a közgyűlésben. Pála úr. Két megjegyzés. Az első az, tulajdonképpen az MSZP listavezetője szeretném adresszálni azt a meglátásomat, hogy nagyon örülök annak, hogy ebben a szűkkörű, nagyon baráti hangulatú beszélgetésben elmondta azt, hogy történtek hibák, meg történtek olyan dolgok, amikért esetleg elnézést kell kérni.
mert ez a fajta önkritikai hang nem volt jellemző az elmúlt négy évben, úgy láttam. Tehát különösen, hogyha a pécsi híreket forgatta minden hétvégén a pécsi város lakópolgár, akkor abból igazából diadal jelentéseket tudott leszűrni, semmit önkritikai elemeket. Tehát én úgy érzem, hogy itt ebben a formában ez egy nagyon tiszteletre méltó gesztus volt. Juhász Istvántól ezt elmondta, ezt a mondatát, és ezt én értékelem a ő részéről. A másik megjegyzésem a tubesi lokátorra vonatkozna. Igazából sokszor nem értem, miről beszélünk. Tehát ugye mi fontosabb egy városlakó számára, hogy négy évente szavaz a helyi ügyekben politikusokra, pártokra, képviseletekre, civil szervezetekre, és ez a tubesi probléma egy helyi ügy. Tehát itt nem kellene igazából arra várni, segíthet természetesen hatástanulmány, szakmai vélemény, szakértőknek a meglátásai. Itt arról van szó, hogy a politikai, a helyi önkormányzat ügyekben fellépő, a civil közösséget, a helyi közösséget képviselő pártoknak ebben az ügyben véleményt kell nyilvánítani, ugyanis ez alapján tud majd a pécsi polgár szavazni arról, hogyha ő a lokátort támogatja, akkor melyik pártra tud szavazni, hiszen ő ebben az ügyben erre az irányba van elkötelezve, hogyha netán ellenkezik, vagy más szeretne, akkor megint esetleg egy másik pártra tud szavazni, egy másik előtre tud szavazni. Tehát én pontosan ezt a fajta kis visszautalást, ezt a kis takargatást nem szeretem, hogy majd ha meg lesz a szakmai vélemény, majd ha lesz egy szakértő álláspont, október 1 a választás napja. Pécsi polgárok, lehet szavazni, aki a lokátort szeretné, szavazol X pátra, aki meg nem, szavazol Y pátra. Bocsássa meg, hogy ezt kérdezem, ez azt jelenti, hogyha mondjuk az MSZP nyer, akkor lesz lokátor, ha a Fidesz nyer, akkor nem lesz? Én nem ezt mondtam, elnézést. Én azt mondtam, a pártoknak tisztán, világosan kéne a lokátor ügyben állást foglalni. Szerintem állást foglaltunk sokan, önök is és mi is, hiszen sajtótájékoztatón nyilatkoztunk mi is arról, hogy meg fogjuk hallgatni a városban élő embereket. Tehát azt hiszem, ebben most már egyformán beszélünk, hát Kővárosi képviselő úr is azt mondta, hogy ma ebben egyetértünk. Tehát akkor ebben viszont ez nem pártkérdés, hogy lesz lokátor vagy nem? Vagy ön szerint most a választási kampányban kéne a pártoknak azt mondani, hogy az MSZP szeretne lokátort vagy? A pécsi polgárok nem tudnak ezen tudás birtokában dönteni, hogy melyik párt, melyik szervezet, most ne a pártokon lovagolunk, melyik jelölt, milyen ügyet képvisel a lokátor ügyében, milyen álláspontot képvisel, akkor erre legközelebb csak négy év múlva lesz módja. Tehát ezt nem kell külön népszavazás ügyé minimalizálni, mert szerintem nagyon leegyszerűsödik a kérdés, hogyha ezt népszavazás ügynek tekintjük. Itt van egy választási lehetőség, október 1 önkormányzati választás, akinek van véleménye, mondja ki elő a farbával, a választók majd eldöntik, hogy ezt akceptálják, vagy elfogadják, vagy nem. Ilyen egyszerű a történet szerintem. Köszönöm szépen. Nagyon elmentünk lokátorügybe, és a nézőinket egyébként inkább a munkahelyteremtés érdekli, ahogy én ezt nézem. Na most a lokátor sok munkahelyet teremt esetenként, amíg építik, utána már egyáltalán nem, de a lokátorügybe akkor tisztázunk valamit. Jó, én akkor fölteszem a következő kérdést. Hogy parancsoljon? Én is szeretnék ezt hozzászólni. Igen, mondom azért, tehát, hogy mindenki megszólalhat ebben. Ez egy érdekes kérdés. Ez párt politikai kérdés, vagy egyéni képviselői vélemény kérdése? Most akkor viszont gyorsan fussunk körbe, hogy ki mit gondol. A Bretter úrtól vettem el az imént a szót. Igen, én azért szeretnék egy dologra legalábbis külön véleményt bejelenteni, ami az előző görhöz tartozik, és utána térnek rá a tubes ügyre. Ez a magasház kérdése. Én azt gondolom, hogy ez a magasház az elmúlt 16 évben világosan bebizonyította, hogy ez a hiú ábrándoknak az épülete. Egyéb iránt az önkormányzat megpróbálta többször eladni, megpróbálta bevinni egy kollégiumi konstrukcióba. Ebben a kollégiumi konstrukcióban partner volt az Oktatási Minisztérium, partner volt az egyetem, legalábbis az aláírás pillanatáig, és utána ebből kivonult. Nos, én azt gondolom, hogy ezt nem szabad ezt fenntartani, ezt az állapotot. Reménykedhetünk még 10, 20, 30, 40 évig abban, hogy ez valamit tudunk vele ott kezdeni, de valamikor le kell zárni ezt az ügyet, mégpedig azt mondani, hogy eddig és ne tovább, és akkor tényleg el kell takarítani onnan. És én erre egy évet adok. A tubes ügyben, ugye legyen, tehát az én álláspontom meglehetősen világos, illetve a Szabad Demokraták Szövetségének álláspontja ebben az ügyben. Igaza van Kővári képviselőtársamnak a tekintetben,
hogy minden információt meg fel kell kínálnunk a választópolgárnak. Nem lehet népszavazásba úgy belemenni, hogy nem ismeri meg a lehető legtöbb információt ezzel kapcsolatosan. Ebben egyébként mindannyiunknak van felelősségünk. Nem abban van a felelősségünk, hogy azt mondjuk, hogy nem, mert ez még nem információ. Tehát minden információt meg kell adni, és valóban fel kell kínálni a döntés lehetőségét a választópolgároknak. Szabad Demokraták Szövetsége egyébként, hogyha a város lakossága nem kívánja a tubesi lokátort, akkor emellé a vélemény mellé fog állni. De feltétel, hogy informált véleményt mondhasson a választópolgár. Jó, ez érdekes egyébként, tehát nem feltétlenül népszavazáshoz ragaszkodnak? Mert a népszavazásnál nem kérdezik meg utána az önkormányzatot. És abban az esetben egyébként rendben van a népszavazás teljes mértékben, abban az esetben, hogyha mindannyian megállapodunk akár most közösen, hogy információkat nyújtunk a választópolgároknak, és ellentétben Páva Zsolttal nem azt mondjuk, hogy mi azt képviseljük, hogy nem, vagy mi azt képviseljük, hogy igen. Nem ilyen egyszerű ez a kérdés. Nézzük meg, ki mit képvisel, jó? Menjünk sorba körbe, és akkor arra folytatódjon a kör. Kővári úr. Tehát ön elmondta egyébként, csak erősítse meg egy rövid mondatban, jó? Hát nem csak megerősíteném azért, hogy engedessék meg, miután az Összefogás Pécsért Egyesület volt az első, amelyik november 24-én a bejelentés másnapján már tiltakozott, és nem véletlenül, és azóta is élére állt ennek a tiltakozásnak, amire csak mostanra érdekes módon a választások előttre időzítette az MSZP és az SZDSZ képviselete azt a mondandóját, hogy meghallgatja a választópolgárokat, és hát most mondanak hatástanulmányokat, hogy várjuk meg a hatástanulmányokat, amikor ezek már régen elkészülhettek ennyi idő alatt. Sőt, vannak hatástanulmányok, voltak már akkor is. A lángjelentés, amelyik az akadémikusokból álló bizottság volt, egy mondat sem. Nem akarnám a tubes vitát lefolytatni, tehát én azt szeretném tudni, mi az ön álláspontja a tubes ügyben, és aztán majd lefolytatják ezt a vitát, amikor az álláspont, hogy világos, őszinte beszédre van szükség. November 24-én is lehetett tudni, hogy a lángjelentésben az állt, hogy a tubes és a Jakab-hegy alkalmatlan demográfiai, földrajzi és környezetvédelmi szempontból arra, hogy elhelyezzék a lokátort, akkor is lehetett tudni, akadémikusok, szakemberek állapították meg, ezt kellett volna képviselnie eddig is a pártoknak. Én azt az örömömet fejeztem viszont kivalóban, hogy úgy tűnik, hogy mostanra ezt mindenki fontosnak Köszönöm. Tartja, hogy figyelembe vegye. Morvajú. Ne legyen lokátor a Mecseken. Teljesen mindegy, hogy melyik dombra tervezik. Itt olyan értékek vannak, egy 160 ezres város fölé nem kell egy ilyen védelmi rendszert építeni. Tegyék máshova. Én úgy gondolom, hogy meg kell hallgatni a lakosságot, és a lakosság bölcsen tud dönteni ebbe a kérdésbe. És szavazza meg a lakosság, hogy nem kell ebben a régióban. Parancsoljon. Hát a Magyar Demokrata Fórum 2005 novemberében közvéleménykutatásra hívta fel a pécsi lakosságot, elsőként a városban. Elsőprő többsége volt azoknak, akik azt mondták, hogy nem szeretnék ide ezt a lokátort. Az MDF ezt az álláspontot tette magáévá, ezt is mondja azóta. Nem várja be a népszavazás eredményét, már előtte azt mondja, hogy nem kívánja ezt a lokátort ide. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy örülünk annak, hogy a Fidesz és az MSZP álláspontja ebben változott, hiszen a Fidesz zöld tagozatának vezetője még 2005. novemberében, októberében a Dunántúli Napló politikai vita oldalán arról írt, hogy ez egy nagyívű beruházás lehet esetleg. Ezt ugye megváltozott később a Fidesz álláspontja, és most örülünk, hogy az MSZP is elmozdult a korábbi megrögzült állásponttól. Az MDF-től nem áll messze a zöld gondolat, hiszen most az óriás plakátjainkon is ez jelenik meg nagy súllyal. Van egy másik megoldás, ami olcsóbbá tenni ennek a kérdésnek az eldöntését. Egyrészt a jövő következő városvezetés hatékonyan felépne a kormánynál, hogy nem akarjuk ezt a lokátort ide Pécsre, illetőleg az MDF kezdeményezte két hónappal ezelőtt az illetékes szerveknél, hogy legyen a tubesi terület, a Dunadráva Nemzeti Park része, a Nyugat-Mecsek Távvédelmi Körzet része. Ettől kezdődően itt a nem telepíthető lokátor. Erre megérkezett múlt héten a válasz, amely azt mondja, hogy folyamatban van az ügy, vizsgálják a lehetőségét. Erre kellene ráerősíteni, és nem kellene akkor népszavazást tartani több tízmilliós költséggel, amit esetleg másra lenne fordítani. Miután a tubes teljesége alkalmatlan helyszín a lokátor telepítésére, tovább a pécsi polgárok döntő többsége nem kér a lokátorból, ezért lokátorból mi sem kérünk, tehát ne legyen lokátor. Kerenj úr. Én vagyok az utolsó hozzászóló? Nem. Nem. Akkor én csatlakozom az előttem szólóhoz. Köszönöm szépen, tényleg az utolsó szó jogán, és próbáljuk röviden.
azért a lokátor nem csak értéket ront, hanem értéket is véd adott esetben, és egy csomó nemzetvédelmi kérdés is van benne. Mindezek ellenére én is azt szeretném elmondani, hogy ez nem önkormányzati választási kérdés. Addig ne akarjunk a folyón átúszni, amíg nem vagyunk a folyónál. Az önök politikusa mondta, hogy akkor menjünk át a hidon, amikor odaértünk a folyóhoz. Hát ahhoz, hogy el tudjuk mondani azt, hogy alkalmatlan, én erre nem merek vállalkozni, hogy alkalmatlan a helyszín, vagy nem alkalmas a helyszín, hogy van-e ártalmas sugárzása, vagy nincs ártalmas sugárzása. Én azt gondolom, hogy felelősséggel rá kell bízni az itt élő emberekre. Ha az itt élő emberek döntő többsége, amit ma nem tudunk, ezt csak mondják, ha döntő többsége úgy nyilvánít véleményt, hogy ne legyen radar, akkor a szocialista párt nem fogja támogatni a radar megépítését. Köszönöm. Sajnos jött egy SMS-ünk, amelyik erőltetné, hogy azokról a kérdésekről beszéljünk, amik... Parancsol? Pont az SMS-t olvasom, hogy eddig nézte a... Eddig néztem is ott valóban. Gondolom azért ezt megvárta, hogy az SMS elmenjen, tehát én azra biztatom nézőnket, maradjon velünk, nem beszéltünk annyira mellé, hiszen a Tubesról volt szó, ami kardinális kérdés az utóbbi időben, de ha megengednék, felolvasnám az SMS-eket, amik eddig érkeztek. Elég sok jött. Azt mondja, hogy mikor jönnek már végre Pécsre tartósan itt maradó munkahelyteremtő ipari beruházások, kultúránk már annyi van, hogy zagytavakat lehet velük rekeszteni. Minden terv és ígéret jó és szép, de a kultúra a külterületre nem jut el, és a városhoz hozzátartozó terület tisztántartásáról soha nem beszélnek. Nem esik szó, sem intézkedés. Az M6-os autópálya, ha a pécsi szakasz elkészül, akkor több nemzetközi cég is idejön, mert a reptér és autópálya az alapja állítólag, hogy újra föllendüljön Pécs gazdasága és legyenek munkahelyek. Miért gondolkodnak regionálisan, ha 10 éve nem tudnak biztosat mondani a szigeti tanya lakóinak a kényszerű költözködésről? Nem a magas ház érdekel minket, hanem termelő beruházásokat kell idehozni, hogy ne halljon ki a vándor, a város. A regionális átszervezés során, ha lehetne, tartsák itt a közintézményeket és a szervezetek központjait, és mit kívánnak tenni ennek érdekében. Mit tesz a város vezetése felhalmozódott több milliárdos adóssággal? A vállalkozáshoz az is kellene, hogy a kisvállalkozó az, aki a fővállalkozónak alvállalkozója biztosítva legyen, és az elvégzett munkája ki is legyen fizetve, nem úgy, mint az Exponál. Nem a szükséges feltételeket kéne biztosítani a munkahelyteremtés helyett, mi a munkahely, ha csak úgy a semmiből teremthető, illetve az utóbbi SMS-ről beszéltünk. Tehát itt azért a munkahely jellege, módja, a munkahely teremtés jellege és módja a kérdés, illetve hogy milyen munkahelyekre lehet számítani, hiszen valóban az naivitás, ha valaki azt gondolja, hogy újra nyitják a bányákat, bár vannak azért ilyen ötletek, de azok nem ebben a ciklusban fognak megvalósulni, ha mégis egyszer valaha megvalósulnak. Itt akkor az volna a nagy kérdés, hogy mit látnak a munkahely probléma megoldására, bár ugye a város munkanélküliségi mutatói nem a legrosszabbak, tudomásom szerint, viszont nem javultak sokat. Szabad a kör. Egyszerre jelentkeztek, veszélyek meg, hogy ki. Köszönöm szépen. Valóban 4880 regisztrált munkanélküli van jelen pillanatban Pécsett, és van 1001 néhány üres munkahely. A munkahelyteremtés, és ezt mindig mondtam, ebben lehet egyfajta olyan játékot űzni, hogy mindenki bemond egy számot, aztán aki a legnagyobb számot mondta, az nyer. De jól tudom, többféle statisztika is van ráadásul ebben az ügyben. Melyik ügyben? Hát a munkanélküliségi. Ja, a munkanélküliségi. Most Pécs, a pécsi munkanélküli... Arra is van több szám. Arra több szám van. Jó, én ezt most lekértem, úgyhogy nálam van, de nem baj. Tehát a munkaegyi központból elkértem a legaktuálisabb számokat. Azt is látjuk, hogy a munkanélküliségben az elmúlt évben például valamelyest csökkent a munkanélküliség, viszont amúgy a munkahelyteremtést illeti. Tehát én abban a játékban biztos, hogy nem fogok belemenni, hogy mondjunk számokat erről a történetről, viszont igaz az, amit a néző is mond, hogy M6-os nélkül sokkal nehezebb munkahelyet teremteni, és az is igaz, amiről itt többen is beszélünk, hogy mindazok a beruházások, amelyek részint az Európai Uniós forrásokból, úgymond pólusprogramok révén, vagy akár az Európai Kulturális Főváros programjai révén, itt ne felejtsük el, itt valaki ugye a néző azt mondta, hogy kultúrából annyi van, hogy zagytalat lehet vele rekeszteni.
Nos, az a helyzet, hogy ez egy kultúraipar, tehát ez azért munkahelyeket is teremt a szolgáltatásokban, illetve akár a vendéglátásban, akár a szállodák számára, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez az Európai Kulturális Főváros Program csak részben kulturális program, másrészt munkahelyteremtő program, a pólus programok szintén. Tehát összefoglalóan azt gondolom, hogy a feltételeket kell megteremteni, ezt a feltételeket az önkormányzat is megteremtheti például azzal, hogy aktív gazdasági diplomáciába kezd, megpróbálja megkeresni a potenciális befektetőket, akár külföldön, akár itthon. Ezeket látom az úgynevezett munkahelyteremtés feltételeinek. Köszönöm szépen. Talán azzal kezdeném, hogy termelő beruházások, nagy ipari cégek kényszerrel a városban nem hozhatóak. Szóval ez nem a szocializmus. Akkor annak idején eldöntötték, hogy egy adott beruházással létrehozunk egy gyárat, kinyitunk egy bányát, csinálunk egy gépgyárat. Ez a rendszer nem működik. Ma a piacgazdasági mutatók, a piacgazdasági tényezők szabályozzák azt, hogy hova milyen beruházások és milyen üzemek kerülnek. Ezért erre garanciát vállalni, és azt mondani, hogy én munkahelyeket teremtek termelő beruházások létrehozásával, ez egy kicsit azért olyan hamiskásan hangzik, ezért mi nem is mondjuk. Mi törekszünk arra, hogy a munkanélküliség csökkenjen, de nem csak azzal a módszerrel, hogy ipari termelőberuházásokat hozunk létre. Ez a város nem az ipari jellegéről híres. Ez a város nem egy nehéz ipari termelés. Ez nem egy igazán klasszikus bányászváros. Az volt egy adott időszakig. A szolgáltató szférát, a szolgáltatást kell mindenáron előtérbe helyezni, hiszen az is munkahelyeket teremt. Amikor embereket látunk vendégül, amikor művészek érkeznek hozzánk, és nagyon fontos szerepe van tényleg a kultúrának és a művészetnek ebben a kérdésben, az idegenforgalomnak, ezekkel apránként lépésről lépésre lehet munkahelyeket teremteni. Igen, törődni kell a kisvállalkozásokkal, törődni kell a középvállalkozókkal, hiszen nagyon sok olyan pici, könnyű frakcióba tartozó beruházás azért alakul Pécset, amelyekhez hatékonyan hozzá lehet rakni az önkormányzati támogatást egy kis segítséggel. Ezeket keressük mi is. Valóban, ami kettő munkanélküli van, addig ez a kérdés nincs megoldva, de törekszünk rá. Ma már van olyan konkrét call centerünk, ami nem is látszik a városban, hiszen egy irodaépületben több száz munkahelyet teremtett, amely egy telefontársaság ügyfélszolgálatát látja el egész Európában, azon a nyelven éppen, amilyen nyelven hívják az ügyfélszolgálatot. Ezek már fejlett diplomásoknak teremt munkalehetőséget, amihez az egyetem nagyon jó alapot szolgáltat. Az oktatás az egy nagyon jó háttér lehet a munkahelyteremtésekhez. Én azt hiszem, hogy el kellene felejtenünk ezt a nehézipari termelőberuházások idehozását. A hatos út, repülőtér nagyon fontos. Mindent meg kell közösen tennünk ahhoz, még ha kell kormányintézkedésekkel is szemben, közösen, hiszen ez a mi városunk érdeke, politikai összefogással, hogy az M6-os autópálya az eredetileg ígért ütemben és határidőre elkészüljön. Ehhez kérem minden politikus társamnak valóban a segítséget. Pávó úr, ha megengedi, még megkérdeznék öntől pluszba valamit. Az önök plakátján az vagy garanciával. Mire vállalnak garanciát? Erre térjünk külön, mert ezt nagyon előtt a kérdés. Szívesen az, csak hol lehet, hogy 6 percig kell beszélnem, tehát ezt nem szeretném itt az időt elvenni a többiektől, de térjünk erre vissza szerintem. Most a munkai nem maradjunk szigorúan, aztán majd a garanciát esetleg a végén. M6-os út többször szóba került. Én magam is nagyon régóta, nagyon hosszú ideje próbálom az M6-os ügyében, hogy valami történjen. Még a polgármesteri időkben kezdődött ez a ténykedésem, aztán utána is kicsit kívülről nézve próbáltam be az ügybe, amit lehetett közreműködni. Nagyon hiányzik a M6-os, azonban azt mondom, ezt elmondtam már korábban is ezt a véleményemet, hogy a rendszerváltás után 16 évvel egy nagyvárosban arra hivatkozni, hogy a munkahelyteremtés kizárólagos akadálya, legfőbb ellensége és mumusa a M6-osnak a hiánya, ez szerintem ez csak önbecsapás, kicsit képmutatás. Nyilván nagyon sokat segíthetne, de nézzünk körül, milyen eszközök vannak még az eszköztárban. Mikkel tudunk mi Pécset itt operálni, hogy munkahelyek történjenek. Azt kell mondjam, hogy én tudomásom szerint, történelmi ismereteim szerint 97-ben, tehát 1959 éve nem volt már Magyarországon szocializmus, mégis sikerült azt elérnünk, hogy igaz, hogy fél éves utánjárással macere volt rendesen,
az akkori városvezetés, amelyben is szerepet kaptam, nagy örömmel mondhatom ezt, és nagyon büszke vagyok erre a négy évemre. Ide tudtuk hozzá elkoteket, mint a... Akkor az még Nokia volt, Pávó úr, tehát az nem akkor jött ide, mert direkt utána néztem, mert tudtam, hogy ez a kérdés itt fel fog merülni. Hadd vitatkozzak, a Nokia már a városban volt, működött, ez egy önálló, Nokiától független, önálló finn cégként került 97-be. Folytathatjuk a vitát kint a stúdióban majd a műsor után, de higgyel nekem, hogy ez így van. Ez tény. De erre a következő körben, ha Pávó úr befejezte, akkor önök mondhatják, de kérem engedjék, hogy elmondja a mondandóját. Ez faktum, most én nem tudom, kire nézett, ám Retter Zoltán akkor azért nem volt képviselő, nem Kerény úr képviselő volt, tehát ő ezt meg tudja erősíteni, ezt a tévésemet, remélem nem fog megcáfolni. Az Elkoteknek semmi köze nem volt a Nokiához. Az Elkotek az egyetlen olyan termelő üzem ma a városban, amely több ezer, 4000 főt foglalkoztat, köztük nagyon sok fiatal diplomás mérnököt, tehát ez a fajta telepítés, azt kell mondjam, nagyon sikeres volt, és örülök, hogy ez van. Ha nem lenne Elkotek a városban, akkor sokkal csehebbül állnánk, mint most. Így állunk jól egyébként. Bretter úr mondta, munkahelyteremtési diplomácia. Nagyon fontos, ezt szeretném megerősíteni. Tehát annak, hogy az Elkotek Pécsre tudott jönni, abban jelentős szerepe volt annak, hogy akkori vezetők, az alpolgármester társammal együtt, jó magam, és rengeteget tettünk, utaztunk, röpködtünk a világon sok felé, főleg Finnország irányába, hogy ez a dolog létrejön, és hál' Isten sikerült. Mi kell még ezen kívül? Tehát a diplomáciai kapcsolat mindenképpen szükséges, ezt a témát napi rendeken tartani, tehát nagyon fontos a napi kooperáció kamarákkal, érdekképviseletekkel, mert ennélkül a dolog nem fog működni, az ő támogatásuk ebben alapvető és nagyon lényeges. A harmadik pedig az, amiről furcsa módon keveset beszélünk, hogy a meglévő iparok kitartása. Tehát kedves barátaim, gondoljunk bele, az elmúlt 8 évben rengeteg cég szűnt meg és zárt be ebben a városban. Sok cég ment tönkre, vagy többet elvittek innen, és nem Romániába vagy Kínába. Volt olyan cég is például, egy elektronikai modern high-tech iparág, amik Miskolcra ment, mert Pécset nem voltak meg a feltételei. És igenis sokszor elhangzik az, hogy a városvezetésnek többet kell törődni, többet kell foglalkozni a meglévő, itt lévő cégekkel, mert ha nem érzik a komfortot ebben a városban, akkor fogják a sátorfát és elmennek. Tehát erről is kell beszélnünk, amikor a munkahelyteremtésről beszélünk, a meglévő munkahelynek a megőrzéséről, mert nagyon lényeges. Tehát egy szóval ez egy nagyon komplex, összetett és nagyon-nagyon hosszú távú odafigyelést igényel, viszont azt nem tehetjük meg, hogy ezzel nem foglalkozunk. Tehát ez kampányügy, már most nem politikai kampányként mondom, hanem kampány témaként kezelni a munkanélküliséget, hogy egy évben figyelünk rá, majd 3 évig nem, ez nem működik. Egy önkormányzatnak folyamatosan, cikluson átívelően, 4 éven keresztül, még több időre nézve kell a munkahelyteremtéssel foglalkoznia. Füredi úr jelentkezett utána, nem tudtam már nyomon követni, Kerény úr, Kővári úr és Murvai úr, de azt hiszem, hogy Kővári úr előbb volt. Tessék? Én már szóltam. Igen. De, ja, most, hogy a Páva úrral vitatkozott, de ezt a vitát egyébként lefolytathatják, érdekes, bár ugyan nem látom, hogy vezetne valami eredményre. Parancsol. Juhász úrnak volt egy jó mondata, hogy akár összefogva a kormányintézkedésekkel szemben is tennünk kell, lehetnek olyan esetek. Ezzel nagyon egyetértek, hiszen ha munkahelyteremtésről van szó, akkor mit látunk ma az országban? Állami szférában elbocsátások, közvetviselők az alkalmazotti, karcsúsítás, elbocsátások és a vállalkozók terheinek igencsak jelentős növelése. Hiszen pont ma olvashattuk, hogy hányan adják vissza a vállalkozó igazolványukat, és mennek szociális segélyre vagy munkanélküliségben próbálják eltengetni napjaikat. Azt kell, hogy mondjam, hogy így nagyon nehéz munkahelyteremtésről beszélni egy ilyen környezetben. Mindenképpen egy város nem maga, ő maga a munkahelyteremtő, hanem megvan a lehetősége, hogy olyan környezetet teremtsen, ahol érdemes befektetni, érdemes idejönni, érdemes a vállalkozóknak a városvezetéssel tárgyalni a lehetőségekről, hogy mit tudunk nekik kínálni. Ebben egyetértek Bretter úrral a diplomácia kérdésében. Ez nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen, hiszen egy városvezetés jól tud lobbizni, akár kormánynál, akár nagy befektetőknél, középméretű vállalkozásoknál. Szabad kérdezni valamit? Azt szeretném kérdezni, mivel? Tehát mi az ön véleménye, mivel igen, lehetne ezt a környezetet kialakítani? M6-os út nagyon fontos, infrastruktúrális beruházások, de leginkább a pécsi kis- és középvállalkozások szerepének megerősítése, ami az első lépés kell, hogy legyen, és azt követően lehet
bevonni minél több vállalkozót a pécsi vállalkozó életbe. És mégpedig mivel lehet? Elsőként talán konzultációval. Hogy a vállalkozók véleményét kikérjék, hogy meghallgassák a véleményüket, hogy a rendeletalkotásoknál, a rendelettervezetek elkészítésénél figyelembe vegyék az ő véleményüket. Ez eddig nem így volt. A lehetőségeket a városvezetésnek a pécsi vállalkozások felé kell terelni. A pályázati lehetőségeket, kiírásokat úgy kell megtenni, hogy legyen lehetőség egyáltalán egy pécsi vállalkozónak is pályázni, ne csak egy külföldi nagy cégnek. Meg legyen a lehetőség egyáltalán, hogy nyerjen. Egyenrangú félként kell tekinteni a multikkal, hiszen Olaszországban mondjuk a cipőiparban 100 000 közép- és kisvállalkozás van, tehát az erőssége Olaszországnak a kis- és középvállalkozások. Nálunk is, ha patrióták vagyunk, akár a magyar kis- és középvállalkozásokról beszélünk, de akár a pécsi szinten is, ez lehet az alapja annak, hogy amíg a kulturális főváros programból eredő pozitív hatások, beruházások, munkahelyeket teremtenek, addig ez is húzó ágazat legyen Pécset. Köszönöm. Külvári úr, Kerény úr. Valóban így van, ahogy sokan itt elmondták. Más szükség van útra, vasútra, reptérre, tehát a közlekedést meg kell szervezni nyilvánvalóan ahhoz, hogy munkahelyek, új munkahelyek is teremtődhessenek. De nem beszéltünk itt nagyon fontos szegmenséről a dolognak, mégpedig arról, hogy munkaerő is kell hozzá. Méghozzá olyan munkaerő, aki egészséges is, fizikailag is egészséges, felkészült arra a munkára, amit neki el kell végezni, mentálisan, szellemileg és fizikai értelemben is. Magyarul az oktatásnak rendkívül fontos szerepe volna, és már egy kicsit visszamegyek az általános iskolai oktatásra, hogy addig, amíg a külterületi iskoláinkban nincsen tornaterem, magyarul a gyerekeknek nem adott a napi testedzés, fizikailag nem tudnak megérni, addig, amíg az iskolákban, különösen megint csak a külterületi iskolákban kevés a gyerek létszám, és ugye leépítik, bezárják, addig, amíg a művelődési házakat bezárják, és hosszan sorolhatnám, tehát addig, amíg nem adjuk meg annak a lehetőségét, hogy testileg, lelkileg, szellemileg alkalmas emberek legyenek, munkára alkalmas emberek legyenek Pécset, addig nem elég arról beszélni, hogy milyen út, vasút és reptér szükséges ide, mert hogy elsősorban munkaerőre van szükség. A másik, szintén ezzel kapcsolatos, ami már azért elhangzott, hogy multinacionális cégek ugye a városba is letelepedtek, bár ezek közül sok már elment. Ugye elsősorban azért bevásárlóközpontok telepedtek meg a városba, ami önmagában nyilván nem baj, hiszen ahogy látjuk, erre van kereslet is. De az már talán baj, és talán tudna a város tenni azért, hogy ne így legyen, hogy ezzel nagyon sok kiskereskedőnek szűnt meg a munka lehetősége, nagyon sok élelmiszer előállító, termelő, forgalmazó korábban kis- és középvállalkozás szűnt meg, vagy most fog csődbe jutni, mert hogy piacot veszít. Nem tudom, hogy nem lehetne a multinacionális cégeket, illetve ezeket a bevásárlóközpontokat arra bírni, hogy persze telepedjenek le, de jelentős számban, sokkal nagyobb mértékben fogadják be az itt termelő, itt forgalmazó kis cégeknek a termékeit, ezzel segítve őket, ezzel piacot teremtve a termékeiknek, és ne ellenükre tegyenek. Úgy gondolom, hogy ez is nagyon fontos volna, és végül még egy dolog, hogy ismereteim szerint azért több olyan cég volt, aki azért ment el Pécsről, mert kiszámíthatatlannak látta a helyi adópolitikát. Tehát most nem is az országos adópolitikáról beszélünk, mert az tényleg tragikus, amit most a vállalkozókra tesznek, terheket, de a helyi adópolitikát is kiszámíthatatlannak találták és ítélték, és ezért álltak arra, hogy ez óriási baki ilyenek miatt elveszíteni több száz főt foglalkoztató cégeket. Ezeket itt helyben lehetne orvosolni, lehetne segíteni. Ja, bocsánat, és még egy, volt egy kérdés, hogy tud segíteni a város. Hát itt volt egy kérdés, hogy a Taller és az Alexandra kiadó cégek, illetve működő vállalkozások, gondolom dolgozói kérdezték azt, hogy miért nincsen közlekedés ezekhez a komoly cégekhez. Itt ül a szakember, aki erre tud válaszolni. Át is adjuk neki a szót. Át is adjuk, de hát ez egy olyan apróság, amire valóban lehetett volna figyelni, és meg lehetett volna oldani már eddig is. Parancsol. Köszönöm a kérdést. Ez nem odafigyelés kérdése, hanem a feltételek biztosítása. Mindenhova megy a busz. Különben tegnap előtt tárgyaltunk, éppen hétfőn nap tárgyaltunk Gondal polgármester úrral erről a témáról, de ott van az Agóra is, a teljes ipari park megközelítése, mint feladat. Következőt mondom, és állapodtunk meg,
abban a pillanatban, hogy kész lesz, és megépítik a buszmegállókat, a buszfordulót, tehát az infrastruktúra megépül, abban a pillanatban indul a buszközlekedés. Bocsássa meg, kinek kell megépíteni? Nem a Pécsi Közlekedési Részvénytársaságnak. Ez lehet az önkormányzat beruházása, lehet magának a vállalkozásnak a beruházása. Az ipari park. Lehet az ipari park beruházása, vagy mindhárom társaság beruházása, valamint a vasúti felüljáró elbontása még nagyon jól jönne, mert akkor ott elférne alatt a busz. Tehát az ipari park közlekedése meg lesz oldva abban a pillanatban, hogy ezek a beruházások az ígéretek szerint tavaszra megvannak. Addig is megoldásokat keresünk, de azt hiszem, ez most nem közlekedési fórum, de az a célunk, hogy ezt a problémát megoldjuk. Akkor az eredeti témához. Tehát a beruházó nagyon jól megfontolja, hogy hova viszi a pénzt. Megnézi azt a környezetet, hogy ő hova ruház be. Ő neki egyetlen egy célja van, hogy ami pénzt beruház, azt a lehető legnagyobb nyeresége azonnal működtesse. Mi a feladat? Feladat, hogy a város olyan feltételeket teremtsen, hogy olyan beruházások jöjjenek, mely új értékeket hoznak létre. Itt elhangzott egy feltétel, amit én nagyon helyesnek tartok, ez pedig a helyi adóval való gondolkodás, de ebben is pontosan úgy, hogy nem hiszem, hogy a multinacionális kereskedelmi cégeknek kell adókedvezményt adni, hanem a termelő beruházással és nagy foglalkoztatással idejövő vállalkozásoknak. Tehát alkalmassá kell tenni a várost, hogy minket válasszanak. Ehhez bizony szükséges a hatosút és az összes közlekedési infrastruktúra, de nem esett szó arról, hogy nem csak a hatosút probléma, hanem város összes útja. Van egy vállalkozó ismerősöm, akinek az általa kifejlesztett és felépített gépének az elszállításához plusz rögzítéseket kellett saját pénzén elvégezni, mert a megrendelő elment a telephelyére, és azt mondta, hogy ezen az Akadály Verseny utca környékéről csak úgy hajlandó elszállítani ezt a speciális árut, hogyha külön megerősíti. Tehát a város útjait is rendbe kell hoznunk ahhoz, hogy piacképesek legyünk. Szó esett itt az egyetemről. Maga az egyetem is egy nagyon jól menő vállalkozás. Nézzük meg a foglalkoztatást, nézzük meg az egyetemisták fogyasztását, nézzük meg, hogy egy egyetemista mennyi pénzt költ itt el. És ha már egyetem, mi a feladat? Az egyetemen végzők itt tartása. Maradjon itt az egyetemista. Hogy tudjuk ezt megoldani? Olyan kutatóintézetek telepítésével, amely nem nagy költségekkel jár. És ezeknek a kutatóintézeteknek a továbbgondolása, alkalmazott kutatási eredmények, maradjon itt a térségben az a tudás, ami egy kutatóintézet által létrejött, és ha azt mondom, hogy egészségügy, akkor azok az egészségügyi kutatások eredményeihez szükséges, most csak egy bármit mondhatok, mondjuk egy protézis előállításához, igenis Pécset alakuljanak olyan vállalkozások, ami után majd a rehabilitáció is a térségünkben történhet. De nem csak az egyetemi oktatásról kell beszélni, hanem egyre nagyobb problémát okoz a szakemberképzés. A szakemberképzés színvonala kritikán aluli. Magában emberanyagban, magában oktatásban, és intézményekben is. Tehát én azt mondom, hogy összetett dolog ez, kis és közepes vállalkozások támogatása, életképes kis és közepes vállalkozások támogatása, de csak olyan vállalkozás támogatható, ami valóban fejlődőképes. És ő is hozzárakja saját tudását és energiáját. Köszönöm. Köszönöm. Morvai úr jelentkezett, utána Juhász úr, Bretter úr. Folytathatjuk ezzel a munkahelyi elárulom, mit mutatott Pávor, Elkotek volt ráírva. Folytatják ezt a vitát, ezt kiírta rá a másokat. Nem, Pávor úr itt felmutatta nekem az Elkoteket. Igen, volt Nokia és volt Elkotek is. Ez akkor az emlékezet versenye volt. Csak annyi, hogy akkor még az Elkotek nagyon pici volt, és hála Istennek nagyon nagy lett. A következőt szeretném mondani, hogy Morvai úr fog megszólalni most, viszont én addig elmondanám önöknek, hogy Juhász úrnak volt két kemény megjegyzés, amire önnek válaszolnia kellene. Mindenképpen az